kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr, megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmeivel. Ma, augusztus 21-én, Szent X. Pius pápa emléknapját ünnepli az egyház. 1835-ben született Riese falucskában, Giuseppe Sarto a családi neve, Pádovában tanult, 1855-ben szentelték pappá, 1884-ben mantovai püspök lett, később velencei, pátriárka és bíboros. 1903-ban, 13. Leó halála után ő is elment a konklávéra, pápaválasztásra Rómába, menettérti jegyet váltott, hogy azzal jön majd vissza Velencébe. Még csak eszébe se jutott, hogy őt is megválaszthatják pápának, de aztán ez történt. Egyházpolitikai bonyodalmak miatt az esélyes jelöltek nem kerülhettek sorra, és aztán az ő személye volt a kompromisszum. A pápai jelmondata az lett, mindent megújítani Krisztusban. Ő vezette be a gyakori szentáldozást. Ő előtte nem volt gyakorlatban. Megújította az egyházi életet, a liturgiát, az egyházi jogot. Ő kezdett dolgoztatni a kánonjogi kódexen. Küzdött a téptanítások ellen, a modernizmusnak nevezett eretnekség csokor elítélése fűződik az ő nevéhez. A pápai széken is lelkipásztor maradt, nagy imádkozó és nagy segítő. Az első világháború kitörése mélyen lesújtotta. 1914. augusztus 20-án meghalt.